Örömmel üdvözlöm a gyülekezetet, akik összegyűjtünk ezen a szombaton Istent dicsőíteni és magasztalni. Szeretnék bemutatkozni azoknak, akiknek még nem mutatkoztam be. Ferenc Antalnak hívnak. Tóninak szólítottak a családba, mindig meg édesapám is Antal volt. És azért, hogy meg legyen különböztetve, az Antal az Antaltól, Tóninak szólítottak mindig. Erdélybe születtem, Gyergyó Szárhegyen. Egy Lázár nevű községbe. A község azért volt nevezetes, mert ott laktak a Lázár grófok. Ott volt egy nagy kastély is, amit leromboltak az évszázadokon keresztül a többszöri háborúk miatt, most pedig újra van építve úgy eredetileg, ahogy volt. Ott voltak a Betlen Gáborék, a grófok. Most is két templom van a községbe. Van a Barátok temploma, és a Barátok temploma alatt van 9 gróf eltemetve, bebalzsamozott grófok, amelyikeknek a koporsójuk jól látható, úgy van, mint múzeum tartva. És egynek a teste van tönkremenve, a többiek mind olyan épségben vannak, ahogy eltemették. És ezért 1962-ben nősültem meg, akkor elköltöztem Háromszék megyébe, Kézdivásárhelyre. Apósomnak 2 lánya volt, az egyik férnél volt, el volt menve, a kisebbet nem akarta a családból elengedni, így én mentem oda lakni. Ott lakok 1962-től Kézdivásárhelyén. És sokfelé jártam már az évek folyamán, sokfelé vettem részt, sok gyülekezetbe jártam. Nem vagyok nagy üzletember, csak éppen azért dolgoztam, azért áldoztam az életemet, hogy szolgáljam Istent, szolgáljam a családot. Nekem minden nagyszerű, minden szép a földi életben, de a legszebb az Isten félelem és a békés családi élet, ami a legnagyobb érték az én szemeimben. A ma délelőtti órában szeretném, hogyha együtt tanulmányoznánk Istennek igéit, és valami olyant tanulnánk, ami elég maradandó is volna, hasznos is volna, ami jó volna mindannyiunk részére. És szeretném, hogyha megnyitnánk Istennek igéit együtt, és a Lukács evangéliumának a 23. fejezetiből olvasnánk fel azokat a gondolatokat, amit szeretném, hogy a délelőtt tanulmányozzunk. A Lukács evangélium a 23. fejezetének a 8. versétől olvasom. Herodes pedig Jézus látván igen megörül-e, mert sok időtől fogva kívánta őt látni, mivel hogy sokat hallott ő felőle, és reméli, hogy valami csodát mivel. Kérdezé pedig őt sok beszéddel, de ő semmit nem felele néki. Ott állanak vala pedig a főpapok és az írástudók teljes igyekezettel vádolván őt. Herodes pedig az ő katonáival egybe semminek állítván és kicsúfolván őt, minek utána felöltöztette fényes ruhába, visszaküldő Pilátushoz. Ezelőtt körülbelül 2 hónappal, 3 hónappal egyszer megnyitottam a tévét, és Lőcsei beszélt,
kérdőre vonta egy református lelkész, hogy azt mondta, hogy akkor te kellett volna beszélj, kellett volna szóljál, miért nem szóltál? És a református lelkész azt mondta, hogy a hallgatás is sokszor beszéd, ékes szólás. Jakab apostol azt mondja, hogy aki beszédben nem vétkezik, az milyen ember? Az tökéletes ember. Képes az egész testét is megzabolázni. A nyelv bűneiről beszél Jakab apostol, és azt mondja, hogy a nyelv bűnei milyenek. Az ember beleviszik ebbe, abba, bajba, nehézségbe. A testit szenvedésre is adja. Vajon mi nem vétkezhetünk nyelvvel? Nem tévedhetünk? Visszaemlékszik arra, hogy sokszor szóltam olyan ki a számon, amit azután később bántam nagyon. Miért is tudtam szólni? Miért is beszéltem? Volt nálunk egy községi bíró, olyan szókimondó ember volt, olyan nyers ember, szavakkal. És egyszer a prédikációjában azt hallottam, hogy sok függ az embernek az idegrendszerétől, hogy milyen idegrendszerrel van fölépítve. Az apostolokat, lássuk, Jézus nevelte. De az apostolok között is volt olyan személy, aki hirtelen volt, szókimondó volt. Jézus megkérdezte a tanítványokat, hogy mit tudtok, hogy mit mondanak rólam az emberek? Hát, mondták a tanítványok, egyik Illésnek, másik a proféták egyik közül. És Péter mit mondott hirtelen? Azt mondja, te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Jól mondta Péter, ezt nem magadtól, hanem a Szentlélek jelentette ki neked. Jó, akkor, amikor alárendeljük magunkat a Szentlélek vezetésének, akkor szólunk, mikor a Szentlélek indít bennünket. Azt szóljuk, amit a Szentlélek ad a szánkba, és így közvetítsük az embereknek Isten igazságát, Istent mutassuk be. Azt mondja a példabeszélek könyvében a Bőr Salamon, hogy mint az ezüstárcán az aranyalma, olyan a helyén mondott íge. És arra buzdít bennünket a Szentlélek, maga Isten, maga Jézus Krisztus, elmévén tegyedek tanítványoká minden népeket. Elmévén tegyünk tanítványoká, beszéljünk az embereknek Jézusról. Beszéljünk Isten szeretetéről, beszéljünk a kegyelemről. Beszéljünk úgy, mint a tanítványok, mert a tanítványoknak Jézus azt mondta, hogy menjetek, és mondjátok az embereknek, elközelített a mennyeknek országa. Kegyelem idő alatt élünk, kegyelem időt élünk, de a kegyelem nem lesz mindig kegyelem. Lejár a kegyelem idő. Noé napjaiban tudjuk, hogy Isten kegyelmezett az akkori népnek, Noét felhasználta, hogy az örömhírt mondja az embereknek, hogy vigyázzatok, térjetek meg, mert özönvizet bocsát Isten a földre, és elpusztít, térjetek meg. A prófétaság lelke azt mondja, hogy sokan megszívlelték Noénak a figyelmeztetését. De sokan ellenálltak, és sokan azok közül, akik a hitetőknek a szavait elfogadták, gúnyolódtak, szidalmazták, beképzeltnek, hitték Noét, mondták Noét, hogy te
Nem vagy az eszednél, ilyen esőt soha nem látott senki, ilyen nem történhet még. Hát erre készülsz, ezért dolgozol, ezért hozol áldozatot, ezért építesz, ezért a te egész vagyonodat, amit van, mindent rááldozol erre a lehetetlen dologra. De rájárt a kegyelem idő. Még a próbaidő is, még Noénak is. Mert gondoljátok még ahhoz, hogy Noé bement a bárkába, és 8 napig semmi jele még annak nem volt, amit ő hirdetett. Semmi jele. Igen, de a 8. nap a kegyelem idő végképp megpecsételte az akkori népet, az akkori embereket. A ma délelőtti órában szeretném, hogy megfontoljuk mindig a mi kimondott szavainkat. Azt mondta az Úr Jézus Krisztus, elküldett titeket, mint juhokat a farkasok közé. Azt mondja, mindenkinek legyen gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, mert embernek haragja Isten munkáját nem dicsőíti. Sokszor van, hogy az ember szókimondó ingerült, vagy felidegesítik, és hamar oda szól, Ez nem kellene Isten népé között megtörténjen. Megsértsük egymás szavakkal. De ha nem is csak minket, a szomszédainkat, munkatársainkat, azokkal, akikkel beszélünk, az ígét, Istennek ígét szeretettel, szeliden kell megmondjuk. Sose nyersen, sose önelégülten, kielégülve. Erre tanít a Szentírás minket. Az Úr Jézus Krisztus sose szólt úgy, hogy az ő szavának ne lett volna súlya. Elküldték a farizeusok az ők embereiket, hogy hallgassák meg, valahogy Jézus fogják szaván. És elmentek Jézushoz, és hallgatták Jézust. Mondja a prófétaság lelke, így magyarázza, hogy éppen akkor jött oda valaki, hogy azt kérdezte Jézustól, mi szólsz? Szabad-e nekünk a császárnak adót fizetni? És Jézus azt mondja, hát mutassatok egy pénzt. Mutassák a pénzt, azt mondja, kinek a képe van rajta a császárnak, s a felírat, az is a császári. Jézus azt mondja, hogy adjátok meg az Istennek, ami az Istené, és a császárnak, ami a császári. Visszamentek a küldöttek a farizeusokhoz, és azt mondták, hogy soha embert így szólni nem hallottunk, mint Jézus. Jézust tudjuk azt, hogy Jézus jellemiét, Jézus szavaiért, tettjeiért, cselekedeteiért ítélték el. Semmi rosszat még Pilátus sem talált. Azt mondta, ebben az emberben semmi hamisságot, semmi bűnt nem találok. Szabadon kellene bocsátani. De vádolták a főpapok, a csőcselék, a zsidók. Mikor odavitték Kajafáshoz Jézust, Jézus nyugodtan állt előtte. Azt mondta Kajafás, az élő Istenre kényszerítlek téged. Mondd meg, ha te vagy az élő Istennek fia, te vagy Krisztus, az élő Isten fia. És Jézus akkor szólt, azt mondja, igen, te mondod, hogy én az vagyok, én az vagyok. Pilátus azt kérdezte, te vagy a zsidók királya? Azt mondja, igen, de az én országom nem innen való.
Én csak azért jöttem, hogy bizonságot tegyek az igazságról. Jézus csak akkor szólt, amikor Istent megdicsőíthette, és Isten bizonságot tehetett. És olyan féltűnő nekem az, hogy amikor Pilátus mindenképpen látta, hogy nincs kiút, megtudta azt is, hogy galileaiak, a tanítványok, Jézus is onnan származott, akkor elküldte Heródeshez. Én nem találok semmi bűnt, vigyétek Heródeshez, lássuk, vizsgáljak ki Heródes is. Mit mond? És felolvastuk itten Lukács evangéliumán az ígéket, hogy sok kérdést tett fél Heródes Jézusnak. Sok beteget is hoztak oda. Mindenféle formába kérdezték Jézus, és Jézus mit felelt? Jézus hallgatott. Nem felelt egy szót se, nem tett egy csodát se. Pedig remélte Heródes, sokat hallott Jézusról. Azt olvassuk a 8. versben, hogy örült, örvendezett tulajdonképpen Heródes, hogy most láthassa azt, akiről olyan sokat hallott. És aki olyan sok csodát művelt, és ezt mind hallotta, mind beszámoltak Heródesnek erről, hogy egy Jézus nevezető, aki Galileából származott, aki ennyi tanítványa van, és ennyi csodát tesz, betegeket meggyógyítsa, a vakok szemeit, látását meghozza. Aki 5000 embert jól tart, 2-7 cipóból és 2 halból, és annyi szeretet sugárzik az ő tanításából, senki nem távozik el onnan üresen, nem kielégül, hanem mindenki felüldül Jézus körül. Annyit hallott Heródes, de Heródes annyi kérdést intézett Jézushoz, hogy mondjuk azt, hogy kifogyott a kérdésekből, nem tudott többet kérdezni. Jézus semmit se felelt erre. Teljesen feleletlen, semmit nem tett Jézus kérdéseire. És föltevődik a kérdés, vajon miért nem? Amikor gyerek voltam, és olvastam a Bibliát, hát rendesen engemet úgy idegesített, hogy hát Jézusnak hatalmába állott, lett volna, hogy csodát miveljen Heródes előtt, nem? De hoztak betegeket. Gyógyíts még. Jézus nem gyógyítsa még. Kérdéseket tesznek, nem felel. Nem tudom, hogy ti voltatok-e olyan helyzetben, hogy valamiért törvényre vagy tanúként hívtak, vagy valaki törvénykezett, kellett törvénykezzen, kellett az igazságát megvédje, vagy kellett ügyvédet fogadjon azért, hogy az ügyvéd védje az ő ügyit, és kikeresik a legjobb lehetőségeket arra, hogy védjék magukat. Az emberek. Jézus itt volt egy ilyen törvényszék előtt, és Jézus semmit nem tett, nem is felelt. Egy másfél évvel ezelőtt egy ilyen fiatal ember elmondta nekem, hogy az akkori kommunista világ mennyire az olyanokat, akiknek volt pénzük, vagyonuk, földbirtokosok voltak, gazdagok voltak, hogy mennyire a kommunista állam letörte őket. És elmondta nekem a fiatal ember, hogy az édesanyját elvitték Marosvásárhelyre a börtönbe azért, mert valaki azt híresztelte, hogy a pénz beváltság. És hogy nehogy elveszem, lehet azért, miért? Az édesanyja elment, hogy vegyen a fiának valami szövetet, hogy készítsen
készítessen ruhát. És aztán már onnan elfogták, és el is vitték. És a börtönbe volt, nem is tudta, hogy hol van, mégis az állam állított egy ügyvédet neki. És a vádoló, aki bevádolta, ismerős ott abból a községből, az SS német katonaságban volt katona. Aztán kommunista lett, besúgó lett. Mondta ez a nő, hogy jó volna, hogy a törvény előtt ismertesse, hogy az a vádoló tulajdonképpen annak idején a német hadseregbe szolgált, és bűntényező volt az akkori világháborúban, csak a levit legalább mondanák be, hogy a törvény tudná, hogy ki a vádoló. Mindjárt más lenne a helyzete. Az ügyvéd félt attól, hogy azt mondja, nem lesz jó, hogy bemondjuk. Pedig ha bemondták volna, már az annak a nőnek az ügyét védte volna. Nagyon. Gondoljátok meg, hogy ki ne védené az ügyét. Akkor, amikor joga van védeni, vagy amikor védheti magát, változtathat a helyzetén, mindennek a kimenetelén. Ha Jézus nem tehette volna még azt, hogy Heródes előtt beszéljen, vagy Heródes előtt betegeket meggyógyítsa. Gondoljátok meg, hogy milyen más kimenetele lett volna Jézusnak. Mit mondott volna Heródes? Milyen üzenetet küldött volna vissza Pilátusnak? Nem, de más kimenetele lett volna mindennek. Fölként tegyük a kérdést, vajon Jézus miért nem szólt, és miért nem tett csodát? Azt olvassuk a Szentírásból, csak idézem, mert az idő már nagyon is eltelt, hogy Jézus, amikor megkeresztelte keresztelő János a Jordánba, azt mondja, a lélektől vitették a pusztába. És a pusztába Jézus azért ment, hogy felkészüljön a nagy munkára, amit a Szent Háromság lefektetett a mennybe, az emberek megváltásáért. Hogy felkészüljön erre a nagy munkára, 40 nap és 40 éjjel bőjtől imádkozott. Hogy imádkozott, hogy készült fél. Nincs főjegyezve, csak 40 nap és 40 éjjel bőjtölt. És a sátán, aki Mózes első könyve 3. fejezet 15. versében le van írva, hogy ellenségeskedés szerzik te közöttet és az asszony között. A te magos az ő magba között, az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Sátán rájött, hogy a megváltó, maga Isten, a törvényadó, a teremtő le fog jönni, emberé lesz azért, hogy megváltsa a bűnös embert, akit elcsábítottam, akinek azt hazudtam, hogy bizony nem haltok meg. Sátán nem hagyta a harcot, hanem ő maga jött Jézus Krisztushoz a pusztába, és azt mondja, ha te Isten fia vagy, mondd a köveknek, hogy változzanak kenyéré. Élj a jó goddal. Mi emberek úgy vagyunk felruházva, mint bűnös emberek, hogy szeretünk élni a jogainkkal. Szeretjük önmagunkat védeni. Szeressük azt, hogy
megmutassuk, hogy kik vagyunk. Már a gyerek születésében úgy benne van, hogy sokszor akaratoskodik. Valami nagyon kíván, nagyon kér, de nem neki való. Szülő kiveszi a kezéből, és sír, és toporzékol, és kiabás, haragszik. Így vagyunk, mint emberek, így születtünk. Bűnbe születtünk. És az Úr Jézus Krisztus azt mondja, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal, ami Isten szájából származik, az ígével él Jézus Krisztus. Azután pedig azt olvassuk, hogy megfogta Jézust, felhelyezte a templom tetejére, és azt mondja a sátán, hogy te meg van írva, nyugodtan vesd alá magadot, mert parancsol az angyaloknak felőled, hogy téged kézen hordozzanak, hogy még ne üsd lábadot a kőbe. Ezt mondja sátán. Azt mondja Jézus, meg van írva, hogy ne kísérsd az Urat a te Istenedet. Egy alkalommal elmentem egy családhoz. Nagy katolikusoknak hitték a család tagjai, hogy ők a legjobb vallást gyakorolják, a legjobb hitéletbe élnek. És közben az asszony odafordul hozzám, és azt mondja, hogy a pap azt mondta, hogy a mi atyánk imádságban benne van, hogy ne vigy minket a kísértésbe. És azt mondta a pap, hogy ez valami hiba csúszott be a fordításba, vagy valami egyéb hiba, mert az Isten nem kísért. És ez valóban így van. Az Istent nem lehet kísérteni bűnnel, és az Isten sem kísért bűnnel senkit. Megenged Isten nehézségeket az életünkben, hogy felismerjük az ő szeretetét belőle, az ő értünk hozott áldozatát, az ő szeretetét, az ő jóságát, kegyelmét, ajándékait, és akkor azt mondja, dicsőítsük Istent azért. De Isten gonoszsággal nem kísért senkit. És azt kérdezte ez az asszony, igaz-e? És mondom, hát elmondtam, hogy Istent nem lehet, Isten nem kísért bűnnel. A próbálta megengedni, de ez, hogy ne vigy minket a kísértésbe, Isten nem visz a kísértésbe bennünket. Lehet mondom, hogy valami magyar nyelvre, amikor átfordították, így adódott vissza. Az Úr Jézus Krisztus ott van Heródes előtt, nem védi magát. Egy szóval se. Semmit nem tesz. A sátán megfogta Jézus Krisztust a templom tetejéről, és azt mondja, elvitte egy magas hegyre. És ott bemutatta a világ dicsőségét, szépségét, mindent. És azt mondta, ha leborulva imádsz engem, mindezt neked adom. És Jézus azt mondta, meg van írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak néki szolgál. És akkor elhagyta az ördög. De kérdezem én tőletek, örökre elhagyta az ördög Jézust? Tudjátok, mit ismerhetünk fel akkor, amikor Jézus itót Heródes előtt? A sátán befolyásolta Heródest, az katonáit, a csőcseléket, mindent, hogy Jézust vádolják. És előttem úgy tűnik, hogy a sátán felhasznált ott mindenkit, éppen úgy, mint a kígyót az Édenben, amikor a kígyó megszólalt Ádámnak és Évának, és azt mondta, hogy csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? De igen, ehetünk. Éppen csak arról nem.
ami előtt ott állt Éva, a jó és gonosz tudás pályáról. És azt mondja a kígyó, a maga a sátán Évának. Bizony nem haltok meg. Itt, amikor Heródes mindenféle kérdést föltett neki, és Jézus nem felelt. A sátán beszélt Heródes által, hogy Jézus valamit tegyen. Mert ha Jézus ott megszólal, tesz valamit, az üdvösségünk elnyerése veszélyben lett volna. Elveszítette volna a harcot Jézus Krisztus a sátánnal szemben. Mert tulajdonképpen sátán elégült volna ki. A sátán akarata nyilvánult volna meg. És a megváltásunk nem lett volna, meghiúsult volna. A sátán kérdezte, a sátán beszélt, a sátán lett volna kielégítve, és Jézus elveszítette volna a sátánnal szembeni harcot. Jézus azért nem szólalt, mert ha szólalt volna, megváltásunk nem történt volna meg a Golgotai keresztfán. A hallgatás sokszor a legszebb, a legmélyebb bizonságtétel. Nekünk embereknek meg kell tanulni, hogy mikor szólalhatunk, vagy mikor nem. Egyszer elmondok egy példát. Mikor egész fiatal voltam, egy nagyon öreg ember, egy egyszerű falusi ember prédikált a szószékről, és elmondom, hogy milyen példázatot mondott el. Elmondta, hogy valaki ott közül az erdő szélén lakott, és a tyúkok kimentek az erdő szélére, a pásztra. Mi történt, mi nem történt? Hát a kakas, ami mindig vigyáz a tyúkokra, elszúnyadt. Elálmosodott, a szemei le, csukódtak, és jött a róka, és hamar elkapta a kakast. És vitte, de örömibe a róka elkacagta magát. És a kakas kirepült a róka szájából. Fölrepült egy ágra, és egyet kukorikolt. És akkor azt mondja a gazda, vajon mit kukorikolt a kakas? Azt mondta a kakas, hogy azt kukorikolta, hogy átkozott szem, amelyik akkor csukódik le, amikor nem lenne szabad. És a róka azt mondta, hogy átkozott száj, az, amelyik akkor nyílik meg, amikor nem lenne szabad. Ez tanulság. Példa. Adná jó, atya, hogy mi akkor nyissuk meg a szánkot, amikor Isten dicsőségére tudunk szólni és szolgálni. És akkor maradjon a szánk némán zárva, amikor a hallgatás ékes szólás lesz Isten dicsőségére. Adja a jó atya, hogy ez a tanulság, ez a példa, Jézus példája szolgáljon tanulságunkra ebben az esztendőben és hátralévő napjainkban az Úr kegyelméből. Amen. Mennyei jó atyánk, hála dicsőség, dicséret szálljon fél te hozzád, mi tőlünk s minden népettől a főt kerekségén. Köszönjük, jó atyánk, hogy megengedted, megérjük ezen áldott szent szombatnapot, és ennek a szombatnapon tanító mesterünk voltál a szombatiskolán keresztül, az imaórán keresztül. A délelőtti órában tanítottál arra, hogy szóljunk, hogy tegyünk te rólad bizonyságot is, mikor szóljunk dicsőségedre, és mikor hallgassunk. Adjad, jó atyánk, hogy gyorsak legyünk a hallásra, késedelmesek a szólásra, hogy téged megdicsőíthessünk és fölmagasztalhassunk. Adjad, jó atyánk, hogy jó bizonságtevőidnek nyilvánuljunk ebben az esztendőben,
és lelkeket menthessünk meg a te dicső országod számára. Adj szent lelked vezetését, hogy az alatt dolgozzunk, az alatt történjen minden, mi csak eszközök legyünk szent kezedben. Hallgass meg imánkot, add meg kérésünket, az Úr Jézus érdemeiért kértük ezeket. Amen.